kis meglöki, de aztán már nem üldözi toport. Vasil épp a lövés pillanatában becsúsznak neki. Fischer, Kakas, zúrják, gól! Második félidő, 9. perc, kipattan a labda Kakasról, zúrják, ott van, ő mindig ott van. 1-0 a Ferencváros javára. Csík megpróbál följönni, nem sok értelme volt, így ugyanis Topor nagyon szabadon maradt. Nagyon jó ritmusban zúrják, 2-0. Az igazi érdem Toporé, aki nagyszerűen hozza fel a labdát, igaz, hogy nagyon szabadon is maradt, de nagyon jó ritmusban ugratja ki Zúrjákot, akinek viszont az az érdeme, hogy mindig minden labdára elindul. Márpedig két ilyen játékosnak az érdeme, ebben az esetben gólt hozott, 2-0 a Ferencváros javára.